A Baliget önkormányzata 2022 tavaszán mintegy 80 millió forint támogatást nyert a baranyai fejlesztési keretből az abaligeti faluház közösségi tér megújítására. A kormány, a vármegye és a települési önkormányzat együttműködése tette lehetővé, hogy ilyen gyorsan ez a helyben fontos fejlesztés idén megvalósulhatott, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Most átadott beruházás azért is példaértékű, mert a területi operatív program pluszban, vagyis a most folyamatban lévő 7 éves megyei fejlesztési projekt programban, ami az infrastruktúrális beruházásokat illeti, ez az első megvalósult, átadott beruházás Baranya vármegyében. A beruházáshoz két dolog volt szükséges. Egyrészt, hogy legyenek helyben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket, amelyeket megfelelő módon pályázati formában is megfogalmaztak, és utána ezt követően a kivitelezést is profi módon lebonyolította a Baliget, és kellett az is, hogy a településnek legyen egy olyan vezetése polgármester úr személyében, amely együttműködik Magyarország kormányával, Nagycsaba országgyűlési képviselő úrral és a vármegyei önkormányzattal. A faluház egykor lakóház volt, utána iskola, és majd ezután lett belőle közösségi tér. Az épület most már a könyvtárpontnak is megújult helyet ad. A beruházás részeként egy kültéri illemhely is megvalósult, amelyet az ide látogató vendégek is használhatnak. Ivádi Gábor polgármester elmondta, igencsak ráfért a faluházra a felújítás, hiszen a fűtés korszerűtlen volt, elavult a villamos hálózat, a tetőszerkezet is nagyon rossz állapotban volt. Egy gyönyörű, korszerű közösségi tér alakult ki. Reméljük, hogy az emberek használni fogják. Próbáltuk az igényeikhez igazítani a fejlesztések metódusát. Nagyon szépen köszönöm a támogatást egyrészt Nagycsaba képviselő úrnak, megyei önkormányzatnak, dr. Őri László megyei önkormányzati elnöknek, Magyarország kormányának, és bízom benne, hogy sok hasonló fejlesztést tudunk végezni a településen, ami jóval emeli a lakosság életszínvonalát. A Baliget Baranyának egy kiemelt frekventált turisztikai helyszínén fekszik. Több fejlesztés, korszerűsítés is megvalósult már az elmúlt években. Többek között az abaligeti tó körüli sétányvilágítása is megújult, és korábbi megyei fejlesztési keretből a csapadékvíz elvezetés is megvalósult a Baligeten. Az abaligeti falunapon az átadó ünnepség alkalmával megnyílt Nádas József festőművész kiállítása is.